Az ezévi budapesti nemzetközi vásár főterén 34 nemzet lobogója leng, jelezve, hogy 34 ország mutatja be legszebb, legújabb termékeit. A világ minden részéről összesereglett 1000 kiállító jelenléte hazánk külkereskedelmi kapcsolatainak fejlődését mutatja. Az első napon megtekintették a vásárt a kormányvezetői és a hazánkban tartózkodó külföldi küldöttségek. A bútor pavilonban Péter János külügyminiszter társaságában Alex Fezon Szeki nagykövet, az ENSZ közgyűlés jelenlegi ülésszakának elnöke és kísérete is megtekintette a berakásokkal gazdagon díszített stílbútorokat. Szerszámgépiparunk korszerű gyártmányait, közöttük a Csepel szerszámgépgyár termékeit a Petőfi csarnokban állították ki. A szovjet pavilonban modern formájú rádió és tévékészülékeket láttunk. A magyar híradás technikai ipar színes televízióadást mutatott be. Az amerikai pavilonban láttuk ezt a tévékészüléket, amelyhez a képet magnetofon szalagról közvetítik. Amerika kiállította a legújabb gépkocsi típusait is. Sokan megcsodálták az atommeghajtású Lenin jégtörőhajó modelljét a szovjet pavilonban. A legnépszerűbb itt mégis az új típusú 408-as Moszkvics személyautó volt. A sok látnivaló után vásári körsétánkat nem is fejezhetnénk be másként, mint így, hiszen Budapesten vagyunk, Magyarországon.